Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és áldottak legyenek a Warframe istenek az égben. Megszületett az első macskám, igen, ez egy dicsekvő videós videó is, és igen, mielőtt a kérdések jönnének, a macska kubró tojásból kell ki, de csak azután, hogy betötted a kavat inkubátor szegmenst a kubró szülészethez, mondjuk így, amit a dojo-ban szerezhetsz meg, vagy a hieka mestereknél lehet farmolni, ahol találsz hieka mestereket, hogy hieka mesterek a macskások, és továbbá az Orokin derelikben vadmacskákat kell szkennelni, 10 darab szkennelés után kapsz egy darab macska genetikus kódot, 20 darab kell az első macskádhoz. Előrejelzem, hogy a marketben 5 platba kerül egy darab, szóval aki nem sajnálja rá a platot, vagy akkor szerintem jobban megéri, mint lefarmolni, vagy leszkennelni 100 macskát ahhoz, hogy meglegyen 10 darab genetikus imprintet, és utána még egyszer 100-at, hogy még egyszer legyen 10 darabod, és elkészítsd az első macskádat. Akinek nincs platja, hát az kőkemény farmolásba kell kezdjen az Orokin derelikben, le kell szkennelni a szintézis szkennerrel a macskákat ahhoz, hogy elkezd a gyártani. Aki nem tudja még mindig, hogy mit kell csinálni, csináltam egy videót, hogy hogyan legyen meg a macskád, elmagyarázva benne minden, ami kell. Ez most itt csak egy nagyon cukkancs videó, egy nagyon cukkancs macskáról. Szép kék lett, és ebből jön a kérdés, szeretnék arról beszélni, ebből jön a kérdés, hogy hasznosabbak-e a macskák a kutyáknál, mert egyik ismerősöm rám írta rögtön első órába Steamen, hogy szerinte a macskák hasznosabbak lesznek, mint a kutyák, és én azt mondom, hogy ez nagyon relatív, hogy ki mit gondol hasznosnak, természetesen. Ja, azt még elárulom, látjátok, van ott az a mécsört, kap ki a szemet for combat, egy gomnyomással a macskát nagy méretűvé lehet növeszteni, tehát felnőtté lehet tenni egy gomnyomásra, és az inkubátorod megcsinálja. Szóval ne várjatok arra, hogy a macska felnőjön, hanem ott van az a mécsör, a macskád neve for combat, és akkor helyből nagy lesz, nem kell megvárni, így néz ki teljes pompájában, nagyon gyönyörű állat, iszonyat jó armor van rá, azt is hamarosan be fogom szerezni, de nagyon-nagyon cuki falat. Hasznosabbak-e a macskák a kutyáknál? Gyorsan elmondom, közben majd rátérek a modolására is a macskáknak, hogyha lesz rá idő. Nagyon relatív, hogy a macska hasznosabb-e a kutyánál. Úgy gondolom, hogy a kutyák igen specifikusan jók egy feladatra. Hurrász láthatatlanná tesz, a csesza behordja neked a nyersanyagot, a sasa kiássa neked az energiát, tehát valami igen speckó képességük van, ami egy, és attól jó. A macskákat viszont, ahogy olvastam, időre, és megint csak olyan relatív, hogy ki dönti el, hogy ki hasznosabb, nem, úgy vettem észre, hogy általánosan küldetésekre, mondjuk csak elmész egy Survivorra, elmész így, elmész úgy, a macskák több mindent tudnak adni, mint a kutyának az egy specifikus valami. A kitérek példára, itt bemutatom ezt a két modot, egy Smita nevű macskám kavám született, ez a Mischief például azt csinálja, hogy láthatatlan tud lenni a macska, miközben egy ilyen hologramot csinál magáról, ami elvonja az ellenfelek figyelmét, és arra fognak tüzelni, miközben ő megtámadhatja őket. Szóval egy nagyon hasznos mod, és ott a másik, ez a charm, aminek én nagyon örülök, hogy ezt a macskát kaptam, mert ezt néztem ki magamnak amúgy is elsőre, hogy ezt szeretném, ez pedig jó szerencsével ruház fel a küldetések alatt, ez a charm nevű mod, de most nem tudom, hogy ez konkrétan mit jelent, drop chance-ben jobb az, vagy nem esek el olyan könnyen, vagy bármit, a lényeg az, hogy jó szerencsével ruház fel. Ha ez drop chance-t jelent, akkor ez, oh my god, ez a macska, szóval azt kell mondjam, hogy elsőnek ezt a macskát én helyből kinézni, nekem ezt kell, és hál' Istennek pont ezt kaptam. Na és akkor ebből kiindulva, hogy például a hurászkubró csak láthatatlaná tud tenni, de viszont a macska már helyből kettő képességgel van ellátva, úgy gondolom, hogyha általánosan mész egy farmolásra, általánosan mész valahova, ahol
csak egy sima küldetést csinálsz, megeshet, hogy a macskával jobban jársz, mint a kubróval. Viszont például, hogyha tudod, hogy egy specifikus feladatra mész, mondjuk például én szortira, hogyha megyek egy bensivel, és a bensi nagyon esedékeny, akkor viszek magammal egy kubrót, egy hurász, mert láthatatlanná tesz, és nem fognak rám lőni. A macskák például ilyet nem fognak tudni. Akkor például, hogyha limbóval egy capture-t akarok csinálni, akkor is a hurász kubrót veszem, mert miközben hekkelek, ki tudok jönni a riftből, és nyugodtan hekkelhetek láthatatlanságba, mert a kutya vigyáz rám. A macska nem fogja nem biztos, hogy ezt meg tudja tenni, szóval megcsinálták ezt okosan, hogy ne mondjál le a kutyákról, viszont a macskáknak is használt vett, ami természetesen hatalmas ilyen káoszba fog ütközni, hogy ki, mikor, melyiket folyton váltogatni ott őket. Én ezért azt javaslom, hogy azt hidd, amelyiket a szíved húz, és nekem most a macskák felé fog húzni a szívem, mert az az új és az az isteni. Modok tekintetében nagyjából beleférnek az összes kutyamod, és lesznek külön ilyen macska modok, és szerintem én raktam bele helyből Orokin szóval krumplit, melyik az Orokin nem kataliszt, hanem reaktort, Orokin reaktort helyből raktam bele, úgyhogy valószínűleg agyon is fogom formázni, hogy jó, erős legyen, éljön az első macskám, a legjobb, a kapart ki a szemet, és úgy gondolom, hogy nagyon egy értelmesen van kitalálva a kutyákhoz képest, hogy ne feledkezzünk meg a kutyákról, de jó jönnek a macskák. De tegyük fel például, ugye ebben az esetben lesz egy-két kutya mondjuk, aminek annyira nagy hasznát nem veszük, de én gondolom itt konkrétan csak azt, a császára, amelyik behozza a cuccokat, mert a kerjer ezertől jobb nála. De például a sasakubróról mondjuk egy madurái iskolával rendelkező játékos, az nem fog lemondani, mert a sasa úton útféle energiát fog neki kiásni. Egy macska nem biztos, hogy meg fogja ezt tudni tenni, szóval relatíve ki, melyik hasznosabb, az a lényeg, hogy én úgy vagyok most vele jelen pillanatomban, hogy azt a macskát, vagyis azt a, igen, tehát a macskát fogom választani, mert hogy az az új, és amúgy is macskapárti vagyok, nem kutyapárti. Amúgy mondjuk így jobban szeretem a macskákat, de iszonyat jól néznek ki, nekem nagyon tetszenek, és okosan ki vannak találva, hogy még a kubrókról nem mondja erre. Például, ha szortizni megyek, ahol specifikusabb feladatokra kell koncentrálni, ott 100%, hogy inkább a hurász kubrómat viszem el, mert hogy az láthatatlanná tud lenni, és semmifajta olyas valami nemre nincs szükségem, amit például ez a Smith a macska nyújtani fog, de ez specifikusan mondjuk csak szortira koncentrálódik. De például, hogyha most már az új Warframe-ben új Prime cuccokat akarok farmolni, akkor megesett, hogy a macskát viszem el, mert ki tudja, lehet ő is hozzájárul a jó szerencséhez, hogy jobb cuccokat kapjuk, de minden esetre, ha másért nem, ez a macska például el tudja terelni az ellenfelek figyelmét, a rólam legalábbis, és nem velem fognak foglalkozni, meg tudom ott őket gyilkolászni halál nyugodtan. Szóval ez a macska némi crowd control képességgel felruházva, és az akármi, amit jó szerencsének hívnak, hogy legyen az nyersanyag, vagy drop chance, vagy bármi, ami ez lehet, több mint valószínű, hogy általánosan nézve rosszul nem fog jönni. Igen, hamarosan meg fogom venni ezt az armort, az hódziher. Ez nagyon tetszik, ez a kis szárnyas valami. Na most, akinek megmondom, nincs erre nagyon platja, az készüljön fel, hogy kőkeményen be kell szkennelni azt a 200 macskát, és akkor születhet meg az első macska. Okosan találták ki, hogy csak 5 plati adják a genetikus imprintet, az emberek ezt venni fogják, mert a franc farma 200 macskát folyamatosan. Nem lehetetlen, de nagyon időigényes. Akinek ideje van rá, az csinálhatja. Nos, srácok, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!